Az élő Gárdonyi elnevezésű többfordulós vetélkedőn és akadályversenyen összesen 56 általános és középiskolásokból álló csapat vett részt. A záró egri akadályversenyre feleződött a mezőny, illetve a középiskolásoknál a legjobb 10 vetélkedővel zárta a napot. Előtte azonban az akadályverseny legjobbjai vehettek át értékes nyereményeket, de minden résztvevő kapott ajándékot. A középiskolások vetélkedőjén az egri Kossuth, a Neumann, a Szilágyi, az LKF gyakorló, a Gárdonyi, az Andrássy és a Füzesabonyi Reményik Zsigmond gimnázium képviseltette magát egy vagy éppen két csapattal. A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium Isten rabjai elnevezésű csapata végül a második helyen végzett. A Bródy Sándor megyei és városi könyvtár által rendezett versenyen különféle Gárdonyihoz, illetve műveihez, így az egri csillagokhoz, a láthatatlan emberhez és az Ida regényéhez köthető feladatokat kellett a diákoknak megoldani. Ebben többek között a Gárdonyi Géza Színház színművészei is közreműködtek. A legtöbb pontot a Szilágyi Láthatatlan Lámpások csapata gyűjtötte. Ők nyerték a vetélkedőt, a már említett Gárdony is, valamint az LKF gyakorló Egri Amazonok csapata előtt.